A Petőfi gimnáziumban 11 teremben írták a felvételit a diákok. 10 órakor a magyarral kezdtek. 45 percük volt a feladatlap kitöltésére. A szünetben több osztályba is beszaladtam, és a gyermekeket kérdeztem, és mindannyian egyébként elég jókedvűek voltak, és azt mondták, hogy úgy érezték, hogy jól sikerült, és barátságos volt a feladatlap. Voltak benne hasonlóan a korábbi évekhez szóképzéses feladatok, illetve különféle szólások, tehát nyelvhelyességi dolgok is, illetve helyesírással kapcsolatos dolgok. A magyar után 15 percet szusszanhattak a diákok, s 11-kor elkezdték a matematikát, amit nehéznek találtak. Nem csak számítások, geometria is szerepelt a tesztben, ami tényleg nem volt könnyű, mondta Nagy Stahl Zétény. Magyar az eléggé könnyű volt szerintem, volt benne egy feladat, amin fennakadtam, de hát az nem lesz rossz. A matematikán azon gondolkodnom kellett többet is, nem is fértem bele az időbe, de az se lesz annyira nagyon rossz, olyan 35 pont környékének érzem én azt. Zétény a természettudományos tagozatra jelentkezett a Petőfibe, Varga Boris pedig a német nemzetiségi tagozatra. Mint mondta, magyarból minden feladattípus ismerős volt. Magyar nyelvtannál igen, mert mindenfajta feladatot gyakoroltunk, de mateknál kicsi meglepetésért. A diákok hamarosan megtekinthetik a kijavított feladatlapokat. A jogszabályoknak megfelelően elég gyorsan kell a kollégáknak dolgozniuk, hiszen 8 napon belül biztosítani kell a megtekintést, így a mi iskolánkban 27-én pénteken lesz a dolgozatok megtekintése a tanulók számára. A felvételi vizsga nem könnyű, a maximális 100 pontból tavaly átlagosan 52,5 pontot szereztek a nyolcadikosok. Ehhez jönnek az iskolából hozott pontszámok, és ez alakítja majd ki a végleges sorrendet.